Sziasztok! Ismét egy nyári külön kiadásra jelentkezem. Beütött a kánikula, gatyarohasztó meleg van, rólam is dől a víz, pedig most már esteledik. Mi mást is tehetne az ember ilyen időben, mint egy hűs helyre behúzódva olvas, például egy jó krimit. Ma egy krimivel készültem nektek, tehát szórakoztató irodalom lesz a téma. Bár én egyébként nem hiszek ebben a magas irodalom, alacsony irodalom elkülönítésben, én azt gondolom, hogy vannak jó könyvek, meg rossz könyvek, és amit hoztam nektek ma, az Kondor Vilmosnak és Kemény Zsófinak egy közösen írt krimie, az a cím, hogy értetek teszem, ez szerintem egy jó könyv, és nyára tökéletes olvasmány. Ez egy nagyon érdekes kollaborációnak az eredménye, ez a regény. Kondor Vilmos, ő egy nagyon rejtélyes figura egyébként, sosem látta, hát nyilván van, aki látta, hogy hogy néz ki, de hogy közönség előtt nem mutatkozik, csak e-mailben ad interjút. Annyit lehet róla tudni, hogy egy majdnem 70 éves szerző, állítólag egy darabig középiskolai tanár volt, és nagyon jó krimiket ír, nagyon népszerű, és nagyon jó krimiket ír, külföldön is több nyelvre lefordították, díjakat nyert, tehát ő egy kicsit ilyen misztikus figura. A másik szerző pedig Kemény Zsófi, aki pedig még nincs 30 éves, de én azt hiszem, hogy az egész magyar irodalmi életnek az egyik legtehetségesebb, legérdekesebb figurája. Ő költő, slammer, regényíró, influencer, egy nagyon-nagyon érdekes figura, egy nagyon tehetséges alkotó egyébként. Én emlékszem, hogy először azt hiszem, hogy az első Slam Poetry OB döntőn láttam Kemény Zsófit, ahol még konkrétan gimnazista volt, és már ott is kiemelkedően magas színvonalú szöveggel jelent meg, és azóta is nagyon jó színvonalú szövegeket ír, mond. De és hogy jött létre ez a Értetek teszem című regény? Ennek két előzmény kötete van. Egyrészt Kondor Vilmosnak van egy Bűntől keletre című kötete. Ebben jelenik meg a főszereplő Ferenci nyomozó, tehát ez az egyik előzménykötet, a másik pedig Kemény Zsófinak a Rabok tovább című kötete, ami nekem csak e-book formátumban van meg, úgyhogy csak a Kindle-emet tudom mutatni. Ami pedig arról szól, hogy Budapesten ilyen egészen furcsa módon, kicsit spontán módon kitör egy gyakorlatilag interneten szervezett forradalom, és ezt a nagyon érdekes sztoriban van egy szerelmi szál, és ezt dolgozza föl Kemény Zsófinak a regénye. Kemény Zsófi azért is nagyon érdekes, mert neki a regényei is kicsit olyanok, mintha versek lennének, vagy szlemek lennének, tehát a szöveget nem mindig a nagyon szoros logika szervezi, hanem időnként a nyelvnek a ritmusa, a nyelvnek vagy a különböző asszociációk szervezik a szöveget, és ettől nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon friss az ő írásmódja. Na, és tehát ennek a két előzmény kötetnek a világa olvadt össze az Értetek teszem című kötetté. Az Értetek teszem című regénynek a sztoria szintén ebben a nagyon furcsa forradalmi Budapest, ezen a nagyon furcsa forradalmi Budapesten játszódik, az is az alcíme egyébként, hogy Budapest vérben. És ez nagyon, nekem, hogy mondjam, egyszer a picit félelmetes, másfél meg ilyen nagyon izgi volt olvasni ezt a világot. Úgy képzeljétek el, hogy a forradalmárok elfoglalják a Gellért szállót, a metrólagutak, tele vannak mindenféle gengekkel, orvlövészek mászkálnak a Dunaparton, és azok a fiatalok, akik eddig a számítógépek előtt lövöldöztek, azok most valójában lövöldöznek, és az egész egy ilyen nagyon-nagyon kaotikus, de ugyanakkor nagyon izgalmas világ, ahol is megjelenik az interneten egy ilyen rejtélyes figura, aki elkezd posztolni, és emberek halnak meg rejtélyes, és hogy mondjam, nagyon sokkoló és véres módon, és ezt az ügyet kell Ferenci századosnak kinyomozni, és természetesen ki is nyomozza. A regény az kétféle szövegből áll össze, egyrészt van maga a sztori, ahogyan Ferenci nyomoz, ha jól sejtem, ezeket írt a Kondor Vilmos, és vannak azok a részek, amelyek ennek a fura figurának az internetre, hát akkor még Facebookra kitett posztjai, ez egy pár éves regény, 2018-as regény, akkor még kicsit többet használták a Facebookot, ma már ez picit ilyen boomer dolog tűnik, de az lényeg, hogy az ott posztolt szövegekből és az ezek alá beírt kommentekből, illetve, mint mondtam, a Ferenci
ekkor már századosnak, a nyomozásából áll össze a regény. És tényleg csak ajánlani tudom, mert a sztori szerintem nagyon jól össze van rakva, én meglepődtem a végén, tehát nem kiszámítható a vége, és az az érdekes, hogy megvan benne az összes krimiregény sablon. Tehát van egy picit ilyen lecsúszott, ilyen cigizős, nagyon mocskosan beszélő, de ugyanakkor nagyon intuitív és nagyon zseniális nyomozó figura benne, aki ugye minden krimiben ott van, Edgar Allan Poe óta, ez a picit ilyen rebellis, semmiképpen nem mainstream nyomozó. Mellette természetesen ott van egy társ, akinek teljesen a szöges ellentéte, egy fiatal, feltörekvő nyomozólány, van benne szerelem, van benne kutya, vannak benne meglepő fordulatok, tehát tényleg ez egy tökéletes nyári olvasmány, csak ajánlani tudom. És fontos egyébként, hogy az előbb, tehát a három regény, a Bűntől keletre, a Rabok tovább, és az Értetek teszem, ezek összefüggenek, de külön-külön is teljes értékű olvasmányok. Én azért választottam ezt, mert ez, hogyha az ember nem különösebben rajong a krimikért, egyébként én sem nagyon rajongok a krimikért, és mondjuk ezt olvas először, akkor is tök jó, és ha meg kíváncsi lesz az előzménykötetekre, akkor pedig azokat is esetleg érdemes lehet elolvasni, de ezt mindenképp. Hát ennyi volt ez a mostani izzadós könyvajánló, szép vakációt és jó nyarat a továbbiakban is. Olvassatok sokat és igyatok sok vizet. Sziasztok!